Szép jó napot kívánok! Hölgyeim és uraim, tisztelt közönség, kedves szülők és minden érdeklődő, aki megtisztelt bennünket ezen a forró napon. Szeretettel köszöntöm Önöket az első mohácsi német nemzetiségi harmonika tábornak helyet adó intézménye Schneider Lajos Alapfokú Művészeti Iskola vezetése nevében. Nagy örömünkre szolgál, hogy ez a tábor itt rendeződött meg nálunk. A tábor a mohácsi német önkormányzat, Hánerné Fét Gabriella és Kéméndi Tamás harmonika tanárunk ötlete alapján valósult meg, a német önkormányzat sikeres pályázatának köszönhetően és sok-sok támogató segítségével. Szeretném felsorolni őket. A Himesházi önkormányzat, a Bói Német Nemzetiségi önkormányzat, a Mohácsi Német önkormányzat, a Trón étterem és természetesen a Schneider Művészeti Iskola. A szervezésben és lebonyolításban, az oktatásban részt vettek a Bói Zeneiskolából Almási Ladócki Aranka és a Himesházi Iskola zenetagozatáról Umstetter Ervin harmonika tanárok és természetesen a fő organizatőr Kéméndi Tamás. A táborban 30 gyerek vett részt, 9-től 16 éves korig, 10 leány és 20 fiú. A program, a napirend úgy nézett ki, hogy délelőtt itt az iskolában, zenetermekben folyt a szakmai munka, az oktatás és a tanulás, délutánonként pedig különféle szabadidős programokon vettek részt a táborlakók. Kirándultak például a Sátorhelyi Emlékparkba, a Szent Miklós Malomhoz, a Sombereki Horgásztóhoz, valamint Liptódra. Most ennek a táborzáró gálaműsornak a keretében bemutatják a tábor résztvevői, hogy mit tanultak az eddigi 4 nap során. Külön tisztelettel köszöntöm a mai gálaműsor meghívott vendégét, Szabó Ádám harmonika művészt, a 2011-es Csillag születik döntősét. A gálaműsort ezzel megnyitom, jó szórakozást kívánok. Átadom a szót Ladócki Arankának. Köszönjük szépen! Én rögtön fel is konferálnám az első műsorszámot. 6 kisgyereket nevét fogom felsorolni, akik 2 német gyermekdalt fognak előadni. Varga Ákos Nagybudmérről érkezett, Fülöp Blanka Bújból, Lengl Dániel Tamás Mohácsról, Fekete Bálint Bújból, Kérsing Emese Bújból és Balogh Szabolcs Himesházáról. Gyerekek, fáradjatok föl és adjátok elő a 2 német gyermekdalt. Thank you.
kívánok, én is a magam nevében sok szeretettel köszöntöm a gyerekeket és a hozzátartozókat. Én egy kis kvartettet fogok most felkonferálni. Ők a következő személyek lesznek: Tóth Kristóf és Vajda Ákos Bolyból, Amrik Máté Mohácsról és Hán Marci pedig Imesházáról. Két dalt fognak játszani, két német gyermekdalt, Vogelhochzeit az első és Pim as Clown a másik. A következő műsorszámot előadják Pap András Imesházáról, Hagen Balázs Mohácsról, Szabó Péter és Szabó Attila Bolyból, valamint én is közreműködök a két dalban, amely egy polka és egy cowboy dal.
következő két dalt hatan fogják előadni. Név szerint Csillik Zsófia, Gót Veronika, Morvai Laura, Pataki Bálint, Szabó Szabina, ők mind Bolyról jöttek, és Kram András Himes házáról. Az első egy olasz dal lesz, Ninna Nanna Delle Bambole, második dal pedig az Óz, a Csodák Csodája című filmből lesz a Szivárvány fölött alatt. Thank you.
Én is üdvözlök mindenkit. A következő műsorszámot Hán Adél, Heyman Eszter és Réger Henriel fogják előadni. Ők mind a hárman a Himesi Zeneiskolából jöttek, és a szám címe pedig Lokkendelippen. Fogadjátok őket sok szeretettel. Következő műsorszámot ismét ők hárman fogják előadni, és még segít nekik három fiú, Csonka Takács Dávid, Ken Kevin Mohácsról és Ordján Csanád Bolyról. A következő a szám címe pedig Lendler, amit a nézőtér soraiban ülő Gerencsér Laci bácsi hangszerelt meg, úgyhogy köszönjük neki a kottákat. Thank you.
következő számot ugyanez a csapat fogja előadni. Meghívtak engem, mint vendégművészt. A szám címe Scott is, ismét Kerencsér Laci bácsinak köszönhető a hangszerelés. Következő műsorszámot Balogh Márton Dániel és Heider Patrik fogják előadni, ők mindketten Mohácsi Zeneiskola növendékei, Astor Piazzolla Liber tangója következik. Thank you.
Következő műsorszámot ismét ők fogják előadni, Tánc and the Finger. Hallgassuk meg a tanárokat. Annyit még el szeretnék mondani, hogy a következő szám címe 35 éves polka, szintén Gerencsér Laci bácsi hangszerelte, és még kifogásképp, hogy nekünk nagyon melegünk van. Sokkal jobban, mint a gyerekeknek, úgyhogy a hibákért elnézést.